azzal az általános véleménnyel, hogy Hamvas Béla a 20. század és a kádári évtizedek egyik legjelentősebb ellenzéki írófilozófusa és esztétája volt, egy szókimondó, egzisztencialista gondolkodó, ugyanakkor minden politikai ideológia kritikusa, bizonyára mindenki egyetért velem. Nagyobb lélegzetű alkotásai a Scientia Sacra, az Unicordis, az Öt Génius, a Patmos sokak számára ismerős és közismerten fajsúlyos olvasmányoknak tartja mindenki. A mai estén részleteiben elhangzó műve, a bor filozófiája a felsoroltaknál sokkal könnyedebb és élvezetesebb, és egyben megkockáztatom a kijelentést, hogy a legnépszerűbb olvasmánya, alkotása. Hamvas minden tekintetben körbejárja a bort, mint témát, teremtésétől kezdve az isteni nedű dicséretén, a borfogyasztás kultúráján és élvezetén át, a fogyasztókra gyakorolt hatásáig, miközben egy rendkívül változatos színeket kínáló palettáról a legeredetibb jelzőkkel és hasonlatokkal ruházza fel. A borívást például a szerelem legközelebbi rokonának tartja, a bort magát pedig mámoros elragadtatásában cseppfolyós csóknak nevezi. Majd egy másik asszociációs csatornán eljut a drágakő metaforáig, mert szerinte a drágakő lányok és asszonyok inkognitóban való megjelenése. Lehet benne igazság, hiszen a női nem is bolondja a jóbornak, amit a jól ismert magyar nóta is alátámaszt. Az úr szenvedelmes, a leány meg engedelmes lesz tőle. Bor, élet, drágakő, nő. Hogy micsoda csapongása ez a ragyogóan szédítő gondolatoknak. De hajoljunk csak kissé közelebb hozzá. Ha tehetném, spirituális lényét kivonnám egy lánynak, majd addig tisztítanám, sűríteném, desztillálnám, szűrném, kristályosítanám, amíg megkaphatnám elmúlhatatlan és tömény eszenciáját. Végül is minden nőből drága követ lehetne készíteni, vagy bort, de akkor nem kristályosítani kellene, írja, hanem feloldani. Ettől az ötlettől már az sincs távol, hogy hangulata és kedve szerint játszhatná, alakíthatná, hát ha nem is a teremtőt, de a tanult varázslót mindenképpen, és a bort hol drágakővé, hol nővé, a nőt pedig ismét drágakővé változtatná, ha szánnivaló szükség úgy kívánná. S ha ennél a metaforikus elágazásnál esetleg eszünkbe jutna Boccaccio pajzán története a szép firenzei polgárasszony lóvá változtatásáról, ne a saját fantáziánk élénkségét dicsérjük érte, inkább tekintsük a bor által előhívott áthallásnak. Összhatásában mi lehet ez, ha nem költészet, a szerző számtalan személyes érzelmének feltárása mellett az esszé egyik legjelentősebb műfaji ismertetőjegye. Számomra mindenképpen az, de azt hiszem, másoknak is üdítő élmény ebben a különös költészetben megmártózni. Akkor is, ha gondolkodó olykor ellenséget sejtvén a közelben kicsap, kiszúr ebből a varázskörből, és odaszúr egyszer az ateistának, más esetben az álerkölcsös tekintetű pietistának, mert neveltetésénél és meggyőződésénél fogva nem kedveli sem az erőszakos, sem a szánalmas ideológiákat. No de ez még csak hagyján. Ha fajtaidegen, ártalmas termésű szőlőtőkét pillant meg az ültetvény szélén, magántermő, átkozott novabokrot, arra is megvan a megfelelő,
megsemmisítő erejű véleménye. A novaszőlő és a belőle készült bor, mondja, nem egyéb, mint az ördög ügyefogyott próbálkozása, hogy ő is bort készíthessen. Engem nem csapsz be, a te géniuszod a boszorkány, a te drága köved a húgykő. Amikor virágzol, ammónia szagodra döglegyek gyűlnek. Te vagy az ateista szőlő. Hát így. A pietistákról pedig majd legközelebb. Kedves hölgyeim, uraim, további kellemes estét, jó szórakozást kívánok. Beszélj egy kicsit magáról a Hanvas Béla hagyatékkezelőről, hogy ez egy állami intézmény, magánintézmény, ez egy olyan felhatalmazású szervezet, aki a jogutód szerepét játsza Hanvas Béla alkotásai esetében. Mióta működik a vezetéséről, a politikájáról, úgy értem, hogy arról a kulturális hivatásáról, amit vállalt, mondanál néhány szót. Jó estét kívánok! Hát tulajdonképpen ott kezdődik, hogy nekem van egy gyerekkori barátnőm, aki magyar irodalom szakos tanárnő, és neki van egy üzletember férje. Bíró Katinak hívják. És Bíró Kati 6 évvel ezelőtt felbiztatta a férjét, hogy Hanvas Béla életművét támogassa. Dulantal akkor már, aki a Hanvas jogutód volt, és ő adta ki ugye a Hanvas életművét 89 után Kemény Katalinnal, ugye a Hanvas özvegyével együtt. Már nagyon beteg volt 6 évvel ezelőtt, és akkor találkoztunk, én összehoztam őket Dulantallal, nekem Antal régi ismerősöm volt még a televíziós időszakból, és akkor Dulantal úgy érezte, hogy szüksége van magántámogatásra is ahhoz ennek a hagyatéknak, hogy méltóan meg tudjon jelenni minél több kötet, ugye, mert nagyon sok kéziratban maradt anyag van még. És így aztán ez a barátom megvásárolta a hagyatékot Dulantaltól, aztán Antal 1 év múlva meg is halt sajnos. És a hagyatékkezelő, ez egy hagyatékkezelő non-profit Kft., amelynek a tulajdonosai Virág Attila, ez a gyerekkori barátom, illetve Parkovics Tibor, aki a Dulantal mellett hosszú évekig dolgozott. Most ő a hagyatéknak, tehát a Hanvas Béla életművének, a hagyatéknak a kezelője. Tehát ő foglalkozik a kéziratokkal. A feladatunk közé azt tartozik, és a hagyatékkezelőnek a része a Medió kiadó, amely Hanvas Béla életművét kiadja. Úgyhogy így áll fel a szervezet, hogy így mondjam, és a kéziratokat Tibor gondozza, ő rendezi sajtó alá. Én mondjuk így én 2 filmet készítettem Hanvas Béláról, valamint 4 hangoskönyvet és több kötetet szerkesztettem, vagy szerkeztek. Ezek elsősorban válogatás kötetek. A feladat az, hogy tulajdonképpen az életmű minden lehetséges anyaga napvilágra kerüljön. Ugye 89 előtt Hanvas Béla tiltott szerző volt, tehát szamizdat szerző volt, csak gépelve lehetett hozzájutni a műveihez, úgyhogy a rendszerváltás után ez elkezdődött, de hát rengeteg anyag maradt még, hogy úgy mondjam, fiókba. A mi dolgunk az, hogy ezek az anyagok napvilágra kerüljenek. Most az életmű kiadás, ami ugye még Dulantalék kezdték el, ott a 33. kötetnél tartunk. Itt lesz még 2 kötet, ami elsősorban tanulmányokat és olyan anyagokat fog összegyűjteni, amelyek korábban folyóiratokban jelentek meg, vagy különböző újságokban. De ezt a sorozatot lezártuk, Parkovics Tibor egy új sorozatot indított, aminek a kiskönyvtár, Hanvas Béla kiskönyvtár a címe. Ezt azzal a szándékkal indítottuk, hogy a nagy esszék, tehát amiről előbb Vári úr is említést tett, 5 géniusz, vagy az unikornis, vagy a láthatatlan történet nagy esszéi megjelenjenek majd egyes kötetekbe. Ebből már meg is jelent most már 4 ilyen kiskönyvtár sorozatból 4 kötet,
Valamint egy másik sorozatot is elindítunk, aminek az a címe, hogy Komplementum sorozat. Ebben a sorozatban pedig olyan kiadványokat adunk ki, amelyek tulajdonképpen Hanvas Bélának az olvasmány anyagait jelentik. Ebbe megjelent az első kötet Rudolf Kastnernek a Rilke emlékezete. És itt tulajdonképpen olyan művek fognak megjelenni, amelyek ott Hanvas Béla polcán is ott álltak, ugye annak idején, mielőtt szétbombázták a lakását. Ezen kívül rendezvényeket szervezünk Hanvas témakörében, tehát különböző témákkal kapcsolatban. Most például a Babérliget könyvesboltban, mai Hanvas Béla referencia a könyvesboltja. Itt meg lehet kapni Hanvas összes művét. Ez is szintén a hagyatékkezelőnek a része, ez a könyvesbolt. Itt szoktunk rendezvényeket tartani, és most például Nyitrai Tamás nyelvésznek van egy sorozata, a karnevál különböző aspektusait vizsgálja, és ennek a sorozata kezdődik most. Valamint Szécsi András asztrológus tart különféle témakörökben előadásokat Hanvasról. Ez a mostani program. Hogy értékeled, hol tart most Hanvas Béla életművének a közkincsététele, tehát a magyar oktatásban, a magyar művelődési életben, a magyar médiában szerepel-e? Hogy látod, hogy a helyén van-e már a Hanvas életmű elismerése? Hát ez sok kérdés. Szerintem nincs a helyén. Tehát ez az első válaszom, hogy nincs a helyén. Mi viszont azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, meg teszünk azért, hogy ott legyen. Hát természetesen az oktatáshoz nincsen befolyásunk, de ugyanebben a hagyatékkezelőnek elindult egy olyan kulturális oldala, és ezért vagyok én például többek között ott, amely filmeket is gyárt. Tehát elkészítettük a Új közjáték címmel, egy pályázatot írtunk ki spirituális szövegekre, amelyben nagyon sok Hanvas szöveg is volt, és az az igazság, hogy a mai fiatalok érzékenyek erre, tehát fiatal rendezőknek írtuk ezt ki. És el is készült 4 ilyen rövid kisfilm Hanvas szövegekre, és örömmel jelenthetem, hogy tegnap kaptam a Magyar Televízió szerkesztőjétől egy levelet, mi szerint májustól mind a 20-at, mert 20 készült el a pandémia alatt, a 2 év alatt, összesen mind a 20-at májustól a Libretto című műsorban az M5 csatornán naponta levetítik, sőt utána 2-szer megismételik, majd pedig ősztől az összeset újra megismételik. Tehát most a médiában valahogy egy kicsit benyomtuk Hanvast. Ez jó hír, reméljük, hogy előbb-utóbb az oktatásban is megjelenik, ahhoz persze tudományos feldolgozása kell az életműnek, arra is biztos fogtok majd figyelmet fordítani, hogy pályázaton segítségével valóban az irodalomtörténészek, az irodalomkutatók is tudomást vegyenek arról, hogy itt egy hatalmas Atlantis rejtőzik, a hanvasi életmű, amelynek hát ideje volna már az értékeit valami módon közös kincsünké tenni. Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szenvedők iránt részvétet éreztem, és ezen a módon kívánok segíteni rajtuk. Imakönyv az ateisták számára. És pedig olyan, amelyben észre sem szabad venni, hogy imádkozni tanít. Nagy dolog. Ezért, amint Nietzsche mondja, csak így szabad beszélni, cinikusan és ártatlanul, elvetemülten és rafinériával, csak nem gonoszul okosan, ugyanakkor tiszta szívvel, derülten és egyszerűen, mint az énekes madár. E könyvnek szükségképpen 3 részre kell oszlania. Szükségképpen azért, mert minden jó könyv 3 részre oszlik, vagyis a tökéletes felosztás a 3-as. De meg azért is, mert a bor száma a 3. És ezt a felosztásban is érvényre kell juttatni. Az első rész a borról, mint természet fölötti valóságról szól. A második a borról, mint természetről beszél. A harmadik rész a bor szertartástana.
Ez a rész vizsgálat tárgyává teszi, hogy az ember mikor igyon, mikor ne, hogyan igyon, hol igyon, miből igyon, egyedül, kettesben, férfival vagy nővel. Beszél majd a bor és a munka, a bor és a séta, a bor és a fürdő, a bor és az alvás, a bor és a szerelem kapcsolatáról. Szabályokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy milyen alkalommal milyen bort kell inni, mennyit, milyen ételekre, milyen helyeken és milyen keverésben. A hármas felosztás a bor világtörténetének három nagy korszakával a legszorosabb összhangban áll. A metafizikai rész értelmi megfelelője az özönvíz előtti kor, amidőn az emberiség a bort még nem ismerte, csak álmodozott róla. Az özönvíz után Noé elültette az első szőlőtőkét, és ezzel a világtörténet új korszaka kezdődött. A harmadik kor pedig a víznek borrá változtatásával kezdődik, s mi jelenleg ebben a korszakban élünk. A világtörténet akkor ér véget, ha a forrásokból és a kutakból bor fakad, ha a felhőkből bor esik, ha a tavak és a tengerek borrá változnak. Sok részegös, hallgassátok erkölcsötöket, Isten ellen részegségben ti vétketöket, mert gyakorta felejtitök ti istentöket. Én beszédem az Noéról kell elkezdenöm, az jó bornak meglelését megbeszélenöm, sok rendbéli részegséget megjelöntenöm. Ez időben a szőlőhegy soholt nem vala, paradicsomban Isten teremtötte vala, paradicsomból az víz ezön hozta vala. Sőt, egy magas hegyben szőlő megmaradott volt, az Noéhoz közel szőlő gyükerezett volt, meleg nyárban szőlőfővel szép öntermött volt. Igen, hamar kihozatá, Noé, hogy hallá, kis kertében méhozatá, elplántáltatá, oroszlánvért és majomvért hamar hozatá, és disznóvért és kecskevért ő keresteti, szőlőtövét mindezökvel megöntözteti, ő az vizét megszereti, soká terjeszti. Senki se csodálkozik azon, hogy a rossznak az emberi életben olyan nagy szerepe van. A rossz tulajdonképpen az egyetlen feladat, amit meg kell oldanunk. A kezdetek kezdetén az ember elkövette az első bűnt. Most már tudjuk, hogy ez a bűn micsoda, nem olyas valami, ami a törvénykönyvbe ütközik, még a legszigorúbb erkölcstan szerint sem lehetne elítélni. Hogy miért? Mert az első bűn, a legmélyebb bűn, a legrosszabb rossz, a rossz vallás volt. A rossz magatartás. Ebben a pillanatban az ember görcsöt kapott. A Biblia eredendő bűnnek hívja. Azóta ezt a görcsöt, amely lényünk alapjában a vallásos magatartásban következett be, mindnyájunk magunkban hordjuk. Mert hogy ez a sokk, ez örökölhető. Saját rossz magatartásunk irritál bennünket, és a feloldást eszeveszetten keressük. Az özönvíz nem tudta kimosni belőlünk, de a szivárvánnyal együtt megjelent a feloldó ital. A bort? Én csak egyik legmagasabb kegyelmi aktusként tudom megérteni. A bor felold. Van borunk. Az átkozott sokkot fel tudjuk oldani. A bor visszahozza eredeti életünket, a paradicsomot, és megmutatja, hová fogunk érkezni a végső világ ünnepen. Ezt a hidat az első és az utolsó nap között az ember csak önkívületben bírja ki. És ez az önkívület a bor. Drága kincsem, galambocskám, csikó bőrös kulacsocskám,
érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Édes a te danolásod, érsz-e forma kotyogásod, kigykottyod innepi ének, bús szívemnek szegénykének. Ha megérem és nagyon öreg leszek, de magas koromhoz megkapom azt a nyájas és derűs bölcsességet is, amelyet annyira elérni kívánok, meg fogom írni a magyar borok kimerítő katalógusát. Mert ezt megírni nagy-nagy tapasztalat és még nagyobb nyájasság, derű és bölcsesség nélkül nem lehet. Kezdem majd a homoki borokkal. A kecskeméti ivási ideje a nyár és a kora ősz. Iható egész nap. Munkához, evéshez, társaságban, még reggelire is. A legjobb kártyához, de nem nagyon komoly játékhoz. Tarokhoz például csak csopaki, vagy arácsi. Való sok ásványvízzel és pedig parádival. A kiskörösi ivási ideje májustól augusztusig. Könnyű húsokhoz, zöld főzelékekhez. Egyszer spárgababhoz ittam, és ez volt a legjobb. Csak tisztán kell inni. A legjobb kisebb társaságban 6-8 ember, vegyesen, férfi és nő. Zenét kíván, a magányt nem bírja. Vonzó ereje valami kedves látság, amelynek legközelebbi karakterét még nem sikerült kielemeznem. A Soltvadkerti duhajabb és hangosabb, egyszólamú bor, korcsma bor. A hideg ételeket kedveli, a kolbászt és a hagymát. Ivás ideje főként a késő ősz, amikor kint köd van, esik az eső és a sár feneketlen. A legjobb új borok közé tartozik. Ezzel, hogy korcsmabor, nincsen szándékomban lebecsülni, sőt, a korcsma civilizációknak egyik legfontosabb intézménye. Sokkal fontosabb, mint például a parlament. Az egyik helyen a sebeket osztják, a másik helyen gyógyítják. Ha bánat én közlöm véled, egy szódra lelkem megéled, s ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hív nyárlank azt, nékem te megfrissíted azt. A homoki és a hegyi borok között az átmenet néhány Fejér megyei, somogyi, bánáti, tiszántúli bor. Egyike a legjellegzetesebbeknek ebből a fajtából a domoszlói. A lankás dombok, félalföldi borok hercege. Gazdag tapasztalatokat szereztem a fonyódi és a berényi borokról. A fajták között a különbség itt már igen nagy. Vannak híg, korlátlanul iható kártya és kvaterka borok, vannak ünnepélyesebbek, szélesebb fenekű, álmosító borok is. Van közöttük nyers és kemény. Étkezéshez mindegyik jó. A hegyi borok. Kezdem majd a gyöngyösin. A gyöngyösi szépen kiöltözött bor. Minden megvan benne, ami a korrekt megjelenéshez szükséges. Ehhez képest jó vendéglátó is. Kellemes társalgó, sokszor elmés. A gyöngyösinél kezd egyre fontosabb lenni a kor. Minél öregebb, annál tüzesebb, mint a helyesen érett lélek, mind. A legjobb pogácsához és szendvicsekhez. A villányi. A villányi az elegáns bor, a gavalléroké és a dámáké. A magam részéről bálra csak villányit adnék. Eljegyzésekre kitűnően alkalmas. Kedves, nem igényes humora van, amely persze távol áll a csopaki bölcs derűjétől, de a villányi sohasem akar csopaki lenni, és a csopaki nem kívánkozik bálba. A villányinak
minden előnye akkor bontakozik ki, ha az ember frissen fürdött, borotválkozott, tetőtől tápig átöltözött. Leginkább frakban vagy smokingban, hölgyek dekoltásban. Éppen csak annyi izgalmat kelt, amennyi a táncosok társalgásához kell. Mértéktartó, finom, jól nevelt. Apró süteményekhez és kaviáros szendvicshez kitűnő. Megvidító orcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsiét nem csókolgatom. Ó, ha téged nem láthatlak, beóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Most a balatoni borokról szeretnék beszélni, szívem csopak felé húz, de a dörgicseit nem nélkülözném, az arácsit semmi pénzért nem adnám oda, de még a tihanyit sem. Volt idő, hogy egész télen csopakit ittam. Egy kicsit sárgás rózsaszín, pezsgő italt, amely bámulatra méltó arányérzékével állott az édes kés és a savanykás között. Mértéke? Úgy vettem észre, pont 3,5 deci volt. Kísérletet tettem másokkal is, és nem volt ember, akinél ez ne vált volna be. Ebből a borból 3,5 deci. Ilyen a csopaki. Ilyen exakt. Az almádi kedveli a könnyű ebédeket és a délutáni alvást. A füredi a romantikus. Az arácsi bájos és egyszerű. A dörgicsei valamennyi között a leghuncutabb. A révfülöpi a legigazabb lugas borok közül való. Levélíráshoz is ezt a bort ajánlom. Szerelmes levélhez persze a viszony természete szerint mást és mást. Szenvedélyes szerelemre csak szexárdit. Hát igen, a szexárdi. Amíg nem jártam arra, nem is volt igazi és helyes képem róla. A szexárdi kifejezetten nő bor. És pedig leginkább 27-28 éves asszonyhoz hasonlítanám, erejének és szépségének teljességében, szerelmi tudásának csúcspontján tökéletesen felszabadulva, de bámulatra méltó ízléssel és elképzelhetetlen édes tűzzel. A szexárdi a lakodalom bora. Ez emeli át a menyasszonyt a házasságba, a merő, tiszta Vénusz bor. A fiatal szexárdit soha se keverd, de az öreget soha ne igyad tisztán, ha nem akarsz vesztedre törni. Téged hordozlak útamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt be sokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk, az éjjel is csak megint sem, együtt hálunk, ugye kincsem. A hegyaljait is nőnek tartom, de királynőnek. A magam részéről nem tudnám elképzelni, hogy hosszabb ideig minden nap hegyaljait igyak, bár nem tartom magam hétköznapi embernek. Az egész világ tudja, hogy a hegyaljainak sehol másutt nem található díszei vannak. A borok általában ott élvezhetők maradéktalanul, ahol termettek. Akinek rejtélyes betegsége van, igyon hegyaljait. Az asszony, ha azt akarja, hogy méhében levő gyermeke büszke és királyi lény legyen, igyon hegyaljait. A művész, ha a művét befejezte és sikerült, ünnepelje meg és igyon hegyaljait. Az egriről, főképp a vörösről most csak annyit, hogy ez is minden alkalomra, ünnepre, ebédre, kettesben, egyedül, egyaránt tökéletes. Számomra az egri mindig kapcsolódott a hősies szenvedélyekkel. Ha egrit iszom, azonnal nagy és heroikus tettekről kezdek álmodozni. Majd végül a badacsonyi
és a Szent György hegyi. Mind a kettő hím bor, és pedig minden fajtájában az. A férfi lény minden árnyalata megvan benne, az önmagában gyönyörködő narcisszusztól az aszkétáig, és a királyi előkelőségtől a bohémségig. Ez az iskola példája annak, hogy két nagy bor miben tud egymáshoz hasonlítani, és miben tud különbözni. A Badacsonyi olyan, mint a világhírű művész, a Szentgyörgyhegyi olyan, mint az a művész, aki világ életében szobájából is alig mozdult ki, és mégis nagyobb művet teremtett, mint akit ünnepeltek. Mind a kettőben megvan a nagyság, de az egyiket olimpiai, a másikat kínai Tao nagyságnak nevezném. Különös, hogy mennyire nem tudok a kettő között választani. De jaj, engem ide tóva, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmet megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holt testemhez, és ezt az írást fejemhez. Útas, köszönj rám egy pindbort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikó bőrös kulacsával. A borivásnak egy törvénye van. Bármikor, bárhol, bárhogyan. Komoly idő és komoly ember számára, és komoly nép számára. Ennyi elég. Ma, sajnos, ezzel a törvénnyel a legnagyobb visszaélések történnek. Hallottam, hogy valaki nyáron, a alkonyatkor a Lugasban, Szentgyörgyhegyit ivott, és közben újságot olvasott. Ha nem szavahihető ember mondta volna, azt hinném, hogy hazudott. Nyáron, alkonyatkor a Lugasban Szentgyörgyhegyit inni, ez az élet nagy és ünnepélyes pillanatai közé tartozik. Ilyenkor az asztalt le kell takarni vagy sárga, vagy rózsaszín abrosszal. A vázába virágot kell tenni, és pedig cíniát, vagy napraforgót, és egészen nagy költőt kell olvasni, Pindarost, vagy Dantét, vagy Keatset. Aki az ilyen pillanatokat nem ismeri fel, azt elveszett embernek lehet tekinteni. Van még néhány ilyen kirívó eset. Ünnepi vacsorán, amikor a fiatal félkövér libához szekszárdit ittak, az egyik úra főispánt köszöntötte fel. Sajnos ez ma a hihető dolgok közé tartozik. Az egyik faluban azt mesélték, hogy a jedző kolbászos lecsóhoz ópannon halmit ivott. Ha ez igaz, akkor a jedző gyenge elméjű volt, vagy ateista. Nekem az a gyanúm, hogy az utóbbi. A borivásnak ugyanaz a törvénye, ami a szerelemnek. Bármikor, bárhol, bárhogyan. De itt is, ott is minden körülmény fontos. A bor természetéhez meg kell választani az évszakot, a napszakot. Van henyélő bor, kacérbor, mesélő bor és tragikus bor. A legnagyobb érzéketlenségre val például kedélyes családi ebéden drámai bort inni. Ugyanilyen ízléstelenség hivatalos lakomán parázna bort inni. A bor szereti a magasságot és a kilátást, és szeret felülről nézni. Ha egyedül vagy és kint, mindig keres távlatot. A szobában vagy, előbb mindig teríts asztalodra kendőt. A barbár viaszos vászorról iszik a szerencsétlen, de nem azért, mert nincs neki kendője, hanem azért, mert nincs szíve az iváshoz. Minden esetben előbb egyél legalább néhány szent diót, mogyorót vagy mandulát. Erre az olajos magra a boríze kibontakozik. Késő ősszel asztalodon legyen mindig gesztenye,
akár főve, akár sülve, vagy akármilyen süteményben, és a még csípős újbort erre igyad. A krizantémumról meg ne feledkezz. Lehet sárga, világos lila, vagy fehér, mindegy, de ott legyen. Gesztenye, krizantémum és újbor. Jegyezz jól meg. A bor az egyenes vonalat nem kedveli. Ezért, aki már jócskán ivott, örvénylő mozdulatokat tesz, és ha megindul, szép parabolákban és hiperbolákban jár. Azt mondják, egyensúlyát elvesztette és tántorog. Nem hiszem. A bor ezeket a lengő balanszokat kedveli. Hát figyelj csak meg a boros ember járását. Valóságos tánc ez, amit csinál. És figyelj csak meg, milyen az, aki pálinkától részeg. A boros folyton kering, a pálinkás kikitör, aztán összecsuklik, amíg fejbe sújtva leroskad. Egyik parabolás örvénylő tánc, a másik szögletes és szaggatott mozgás. Egész népeknél megfigyelhető ez. A bor és pálinka népek különbsége ez, amely mozgásban, gondolkozásban, érzésben és egész életmódban megnyilatkozik. Na ez a múzsai és a barbár népek közt levő különbség. Alázatos, békességös, egyik részögös, az második csak garázdás és oly versenyös, imádkozik és bűnén sír, harmad részögös. Negyedfélék apróságot igen kívánnak, ötödfélék dúlnak, fosznak, oly igen lopnak, hatodfélék csak hallgatnak, mert megnémulnak. Igen bölcsek, hetedfélék, mind a mián lova, részökségbe veteködnek, az hit dolgába. Szentírásból semmit tudók, ők józanságba. Nyolcadféle részögösök vannak udvarba, vitézségök, bölcsességök nincsen magokba. Nyalánkhálót ők tanultak az ő dolgokba. Bátor igyunk, az jó borban jó kedvet védjünk, Istenünknek, nemzetünknek csak mi nevédsünk. Ha különben cselekedünk, lelkünkben vészünk. A borivásnak csak egyetlen törvénye van. Inni. Bárhol, bármikor, bárhogyan. De az emberben fel kell ébrednie az ösztönnek, hogy ennek az ivásnak méltóságot adjon. És ez veti fel a kérdést, hogyan? Szabja meg a bor a pohár mértékét, ne pedig a pohár a borét. Ez követelésem lényege. Tulajdonképpen minden rendes háznál, ahol a bort tiszteletben tartják, a fél decis pohártól kezdve egészen a másfél literesig legalább 20 féle pohárnak kellene lennie. Más poharat kell használni délelőtt, mást délután. Ha hosszantartó közös tanácskozásról van szó, mindenki megkapja másfél literes kupáját, és úgy iszik, ahogy neki tetszik. A kártyához más pohár kell, mint a házi hangversenyhez. Persze alsóshoz más, mint a tarokhoz. Gondolni kell a pohár üvegének minőségére is, főként a vastagságára. Hát, hogyan ihatna valaki Szentgyörgy hegyit vastag pohárból? A hogyan kérdéséhez tartozik az is, hogy inni milyen társaságban a legjobb. A főszabály inni. Bárhol, bármikor, bárhogyan. Az ivók számát mindig a bor természete döntse el. Nagyobb társaságban 20-30 ember mindig igyon új bort. A legalacsonyabb kategória diák, kizárólag homokit, a legmagasabb kategória művész, csopakit vagy arácsit. Kisebb társaság gyöngyösít, 2-3 ember badacsonyit. Szerelmesek mindig szexárdit. Barátok csak igen vén bort, apró poharakból, hogy sokszor kocinthassanak.
meg szeretném honosítani a borversenyt. Az egyik verseny az lenne természetesen, hogy ki mennyit tudna inni, ennél azonban sokkal fontosabb a rejtvény verseny. Ezt nagyobb társaságokban is gyakorolni lehetne. 100 féle bor állna üvegekben, és a bíráló bizottság tudná egyedül, melyik üvegben, milyen bor, milyen vidékről és hány éves. Aki a legtöbb borról eltalálja, hová való, hány éves, milyen fajta, az babérkoszorút kap. Még szigorúbb feltételek közt ugyanezt sötétben kell megtartani, ahol a versenyző még a bor színét sem látja. Na, aki itt nyer, azt haláláig, gond nélküli ellátásban kellene részesíteni valamely nevezetes borvidéken. Remeg a gyertya lángja, dereng a fény a borban. Elülök itt magamban, mélyen a férfi korban. Zenitre áll a csillag, így őrködik felettem. Bor olvad szét a számban, ő mosolyog helyettem. Remeg a fél homályként, töltök magamnak újra. Mosolygok már a semmin, mosolygok rá a múltra. Zenitre áll a csillag, így őrködik felettem. Borolvad szét a számban, ő mosolyog helyettem. Megcsillan a csillag a borban, megremeg a gyertya lángja. Lépéseket hordoz az éjjel, valaki jár, de senki se látja. Valaki jön, de senki se várja. Valaki elmegy, dereng a válla. Dereng az éjhomályba. Remeg a gyertya lángja, dereng a fény a borban. Elülök itt magamban, mélyen a férfi korban. Zenitre áll a csillag, így őrködik felettem. Bor olvad szét a számban, ő mosolyog helyettem. Remeg a fél homályként, töltök magamnak újra. Mosolygok már a semmin, mosolygok rá a múltra. Zenitre áll a csillag, így őrködik felettem. Bor olvad szét a számban, ő mosolyog helyettem. Ha nő jönne hozzám, és azt kérdezné, hogyan lehet szép, azt válaszolnám neki, eredj a napra, kedvesem. Csak az lehet szép, ami a napon van. Igen, napot. Napot, napot minden kicsiny helyecskének, hogy szemét ki tudja nyitni, hogy felszabaduljon, és öntudatos legyen. Öntudatos és szemérmes, mert a kettő egy. Hogy fel tudja tárni magát, és elrejteni. Igen. Napot. Napot. Dobjátok le ruháitokat, és eresszétek magatokhoz a fényt, és olyanok lesztek, mint az istennők szobrai. Ahhoz, hogy szép legyél, járj minden nap 10 percig mesztelenül, ha lehet férfi tükör előtt. Akkor meg fogod tanulni, hogy nem szabad homályban élni.
Nem szabad, hogy rajtad a tudattalan uralkodjék, fel kell szabadulni. Nem szabad fénytelen életet élni. Napot, napot, napot! A füllet ruhapára elpárolog, és olyan illatos leszel, mint a tenger, mint a bor. Bárhol ihatsz, csak ne rejtőzz el soha. Ha elrejtőzöl, olyan leszel, mint annak a nőnek a combja, aki ingét még a nász éjszakáján se vetette le. Bárhol ihatsz, de mindig légy öntudatos és szemérmes, mert a kettő egy. Nyáron így áll a kertben, a fa alatt, vagy a verandán. Ha nagy a forróság a hűszobában, vagy a pincében, de légy gondtalan. Nem szabad homályban élni. Mindig mondd, hogy most bort iszom. Ne tagadd le magad elől, és akkor nem lesz baj. Ne légy olyan, mint a pietista vagy a puritán, aki zabál, és közben azt mondja, nem eszem, nem eszem. Mindig tedd meg mindazt, amihez kedved van. Ne tagadd meg magadtól főként a szerelmet és a bort. Ha így élsz, akkor leülhetsz az országút szélére, előveheted kulacsodat, és ihatsz, és helyesen fogsz cselekedni. Télen ihatsz a kályha mellett, a konyhában, kint a havon, a korcsmában, vagy az íróasztal mellett. Ihatsz még az utcasarkon is, ha az üvegből úgy egyet húzol, csak úgy könyv nélkül, mint mondani szokták. Ihatsz még magányos szobádban is, ihatsz az ágyban és a fürdőkádban. Ez mind jól van így. Félrefordul, nem látom az arcát, egy korty chardonnay íze még a számban. Rezzen a melle, elfújja a gyertyát. Ez a pillanat, amit én úgy vártam. Árnyék esik szemközt rá a falra. Halkan felnevet, kezdődik a játék. Ruha zizzen, lehullik a földre, összerezzenek úgy, mintha fáznék. Fölfehérlik egy nagyon hosszú comb, harisnyakötő, ó, ez régi üzenet. Úgy mozdul meg, mint aki táncra kész, ölébe vonja lágyan a fejemet. Még egy pohár bort nekem tölts. Nézd, milyen mesztelen most a pohár. Csak még ülj velem egy kicsit így. Áldozói borral áldozunk már. Félrefordul, nem látom az arcát, a korty chardonnay íze még a számban. Rezzen a melle, elfújja a gyertyát. Ez a pillanat, amit én úgy vágytam. Esik szemközt rá a falra, halkan felnevet, ez egy újabb játék. Fehér nemű zizzen le a földre, összerezzenek úgy, mintha fáznék. Fölfehérlik egy minkű hosszú,
hosszú comb, gordonk a hajlató, ez forró üzenet, úgy vonaglik, mintha csak táncolna, ölébe rántja lázasan a fejemet. Még egy pohár bort nekem tölts. Nézd, neked vagyok így mesztelen már. Bor és áldozat most a testünk. Egymáshoz mozdul, s gyönyörre talál. Még egy pohár bort nekem tölts. Nézd, milyen mesztelen most a pohár. Csak még ő velem egy kicsit így. Áldozói borral áldozunk már. A mámor anatómiájának végső tanúsága ez. A mámor a köznapi észnél határtalanul magasabb rendű állapot és a tulajdonképpeni éberség kezdete. Mindannak, ami az életben szép, nagy, komoly, tiszta és élvezetes. Ez a magasabb józanság, a tulajdonképpeni józanság. Ez az entuziazmus, ahogy a régiek mondták, amiből fakad a művészet, a zene, a szerelem és az igazi gondolkozás. És ez az, amiből az igazi vallás fakad. A jó vallás, a mámor vallás. A rossz vallás, a köznapi ész vallás, az ateizmus. A vita illuminatíva kulcsa itt van a kezünkben, jobban mondva, itt van hordóinkban és üvegeinkben. Fölteszem a kérdést. Mi a mai ateisták zaklatottságának oka? Megmondom. Az ateizmus tulajdonképpen betegség. Az absztrakt élet betegsége. Gyógyszere egyetlen egy van. Közvetlenül élni. A legelső szép nőbe beleszeretni, mégpedig sürgősen, nagyokat enni, virágok között sétálni, fenyvesekbe menni lakni, zenét hallgatni, festményeket bámulni, és bort inni. A jó vallás ugyanis olyan tehetség, amely csak egészséges emberben él, a tisztátalanságban feloldódik és elpárolog. A jó vallás a közvetlen élet, a jó lelki ismeret, a nyugalom, az értelem, a boldogság tisztátalan emberben nem lakik. Azért vagytok idegesek és önzők, absztraktak és boldogtalanok, mert nem vagytok tiszták a nagy illuminációra. Bort. Megint csak azt mondom, hogy bort igyatok. Aztán majd kedvet kaptok a csókolózásra, a virágszedésre, a barátságra, a jó mély alvásra, a nevetésre, és újság helyett reggel költőket fogtok olvasni. Nem vagy kívülről kárhozatra ítélve, te magad tartod magad a kárhozatban. Minden tőled függ. Minden lélek egésznek születik, és egészségét nem vesztheti el. Légy okos. Szerezd vissza egészségedet. A gyógyszer bárhol kapható. Így áll. Amit kínálok, a tisztaság olaja, a mámor olaja. Így áll. A többit majd hozza a bor.